köszöntöm nézőinket, köszöntöm a stúdióban Szepesi Tibor polgármester urat, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, jó napot kívánok, üdvözlöm a televízió nézőket. Az elmúlt napokban a képviselőtestület megtartotta a soros ülését, nagyon sok olyan fontos dologról volt szó, amelyről most szeretnénk nézőinket is tájékoztatni. A napi rendi pontok előtt szerintem egy nagyon fontos dolog történt, hiszen voltak olyanok, akiket az elmúlt időszakban kitüntettek, vagy pedig olyan rangos versenyen szerepeltek, akiket polgármester úr is köszöntött. Néhány mondatban kezdjük ezzel a beszélgetést. Valóban most már hagyomány az, hogy testületi ülés elején köszöntjük azokat a kimagasló eredményt elért karcagiakat, karcagon tanulókat, karcagi születésű versenyzőket és különböző programokon résztvevőket, akik országos versenyen, országos minősítő tanulmányi versenyen vagy valamilyen kutató versenyen eredményt értek el az utóbbi időben, ugye a két testületi ülés között. És hát örömmel mondom, hogy mindig van olyan, akit köszönhetünk a képviselőtestület előtt, hiszen nagyon sokan nem Karcagon veszik át ezt a díjat, hanem azon a rendezvényen, abban a településen, akár Magyarországon, akár határon kívül, ahol ezt a megméretetést szervezik. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, és én azt gondolom, és természetes, hogy a képviselőtestület valamennyi tagja is, hogy őket itthon a karcagi képviselőtestület előtt, a karcag lakossága előtt, a televízió nyilvánossága előtt mindenképpen köszönteni kell, hiszen olyan eredményt értek el, amellyel egyrészt öregbítik városunk hírnevét, másrészt pedig azt a fajta példát mutatják a városban tanulók, a városban élők felé, amely mindenképpen egyfajta kimagasló és példamutató eredmény. A testületülés tudósításában mindenki látni fogja, hogy kikről beszélünk, de pedagógusok vannak, vállalkozók vannak, diákok vannak, és azért itt a sportról is beszéljünk, hiszen azért most volt a Nagykun, ahol azért Karcag ismét nagyon szépen szerepelt. Így van, egyre nagyobb öröm az, hogy nagyon sok fiatal tudunk köszönteni, hiszen különböző tanulmányi versenyeken, szakmai megmérettetéseken, hiszen az utóbbi időben voltak elsősorban ezek a szakmai megmérettetések, a mezőgazdaságban, az ipari ágazatban festők, asztalosok, kőművesek versenyében értek el kimagasló eredményt karcagi fiatalok. És hát igen, ugye a Nagykun diák sportviadal, hiszen két évente kerül megrendezésre, és tudjuk azt, hogy a Covid miatt elmaradt a szokásos időrendben a Nagykun diák sportviadal, most újra meg lehetett tartani. Egy picit úgy láttam, hogy szerényebb körülmények között egy picit zsúfolt a programmal, de a lényeg az, hogy megvolt, nem állt meg ennek a versenynek a hagyománya. És hát nagyon szép karcagi eredmények születtek, hiszen a Nagykun Református Gimnázium első helyen, míg a Szent Annai Gimnázium pedig harmadik helyen állt föl a dobogó tetejére, és a Varró szakközépiskola is nagyon-nagyon kimagasló eredményeket ért el, és becsületesen helyt állt, úgyhogy én gratulálok mind a három iskolának, a tanulóinak, sportolóinak, és természetesen a felkészítő nevelőknek is. És hát azt gondolom, azért a szülőket is említsük meg, hiszen azért egy szülői háttér is kell ehhez, hogy a gyermeknek biztosítani tudjanak sok olyan dolgot, ami kell ahhoz, hogy edzésekre el tudjon menni. Sokszor azért tudjuk, hogy a szülők viszik el a versenyekre is a gyerekeket, tehát azt hiszem, hogy a szülői háttér is nagyon fontos. Igen, nyilván ebben az esetben ketté kell bontani, hiszen ez elsősorban iskolai verseny, ugye erre a versenyre a testnevelés óra keretében készülnek föl a diákok, de valóban hozzá tartozik azhoz, hiszen azok a versenyzők ma már, akik eredményesen szerepelnek Nagykun diák sportviadalon és különböző diák sportrendezvényeken, nem csak a Nagykunon, ők valamennyien vagy többségében tagjai egy sportegyesületnek, ahol olyan képzést kapnak, olyan edzésterhelést, olyan versenyekre juthatnak el, ami segíti az ő felkészülésüket. És ebben a munkában természetes az, hogy partnernek kell lenni az iskolának, partnernek kell lenni a testnevelőnek, de a legnagyobb partner valóban a szülő, hiszen azt a hátteret, ami egy nyugodt, zökkenőmentes felkészüléshez szükséges, azt mindenképpen a szülői háttér tudja biztosítani a legjobban.
azt gondolom, itt is megköszönhetjük a szülőknek, és akkor térjünk át a napirendekre, hiszen több olyan fontos jelentés volt, határozat volt, amiről szeretnénk most beszélni. Sokakat érint a közrend a városban, és sokan is érdeklődnek mindig ez iránt, hogy hogyan is állunk. Kapitány úrnak volt egy beszámolója, erről néhány mondatban tájékoztassuk nézőinket. Valóban minden évben téma és napirend a Városi Rendőrkapitányság beszámolója, hiszen érdekli a képviselőtestületet és természetesen a város lakosságát is az, hogy milyen a közbiztonság, a közrend helyzete a városban. Egy kicsit szokványos módon került most bemutatásra, hiszen eddig mindig csak egy leírt száraz anyagot kapott a képviselőtestület, több oldalon keresztül részletesen leírva természetesen az elért eredmények és az a munka, amelyet elvégzett a rendőrkapitányság állománya az elmúlt évben. Most azonban egy hagyományteremtő, remélem hagyományteremtő módon került bemutatásra, hiszen több lépcsőben kerül gyakorlatilag megtárgyalásra. Ez az anyag először a rendőrkapitányság épületében egy állománygyűlés keretében került bemutatásra és értékelésre gyakorlatilag azok a állomány előtt, akik ezt a munkát végzik. Én is kaptam meghívást erre az állománygyűlésre, ahol megyei főkapitány úrral együtt hallgattuk végig a kapitány úr előadását, és akkor gondoltam azt, hogy valóban egy ilyen kivetítős és részletesen elmagyarázott, szakmailag alátámasztott beszámoló nagyon jó lenne, hogyha bekerülne a képviselőtestület elé. Először bizottságülések tárgyalják, tehát ott tudta bemutatni kapitány úr az elkészített anyagot, aztán pedig a képviselőtestület előtt. Én úgy tudom, Városi Televízió is tudja adni ezt az anyagot, tehát gyakorlatilag mindenki megismerheti ennek a vetítésnek a részleteit. Ahogyan mondtam, nagyon részletes és nagyon pontos az az értékelés, az a pontos helyzetelemzés, amellyel kapitány úr az előző évekhez és a 2010-es bázis évhez viszonyította a jelenlegi helyzetet, és azt kell mondanom, hogy a körülményekhez képest jól állunk, hiszen folyamatosan javulnak azok a mutatók, amelyek a rendőrség munkáját jellemzik. Sajnálatos módon nőtt egy-két esetben a bűnelkövetések száma, ami viszont pozitívum, hogy a felderített bűnesetek száma, tehát ahol elfogásra kerül a tettes, ahol sikerül eredményt elérni a nyomozásban, ezeknek a száma viszont fokozatosan nő, sőt van olyan ága a bűnmegelőzésnek, illetve a nyomozati szakasznak, ahol szinte 100%-os eredményt tud a Városi Rendőrkapitányság fölmutatni. Ami még talán kiemelendő, az a bűnmegelőzési szakasz, és itt elsősorban az ittas vezetés, amelyre kapitány úr is kitért, és amely azt gondolom, hogy nagyban érinti, vagy érintheti a települést, hiszen rengetegen közlekednek az utakon, megnőtt a gépjárműforgalom, ugye erről már nagyon sokat beszéltünk. Nyilván ezzel együtt a koccanásos balesetek, akár az ittas vezetés száma is nőhet, de nem nőtt. Tehát köszönhetően annak a nagyon szigorú ellenőrzési rendszernek, amely bevezetésre került országosan, és kiemelten és fokozottan megyei kapitány úr kérésére a megyében és Karcagon is, ez eredményre vezetett, tehát nagyon kevesen nyúlnak ma már úgy alkoholhoz, hogy utána gépjárművet vezetnek. Én köszönöm ezt is mindenkinek, hiszen nem csak a bűnmegelőzés és a rendőrség munkája az, ami fontos ebből a szempontból, hanem az a jogszabály követés is, amellyel segíthetjük egymás életét, és természetesen segíthetjük a rendőrség munkáját is. Úgyhogy valóban egy nagyon szép és értékes beszámolót kapott a képviselőtestület, és ahogyan ott is megfogalmazta valamennyi képviselő, köszönjük a rendőrség, a rendőrkapitányság, az állomány valamennyi tagjának azt a munkát, amelyet az elmúlt évben végeztek. Én bízom abban, hogy hasonló módon fogják, és hasonló agilitással és odafigyeléssel fogják végezni a 2023-24-es évben is munkájukat, és bízom abban, hogy az a fajta módszer, az a fajta odafigyelés és az a fajta rendszeresség, amellyel ők dolgoznak, az további eredményeket fog produkálni a városban.
Azt gondolom azért a kapitányság és az önkormányzat szorosabb összefogására az is jellemző, hogy nagyon sok térfigyelő kamera van már városunkban, és egyre inkább igyekszik az önkormányzat ezt fejleszteni. Természetes, ahogyan mondtam is, ugye egyrészt a jogkövető magatartás, ami a legfontosabb ebből a szempontból, de ehhez hozzátartozik az is, hogy a rendőrség munkáját minden szervezet, civil szervezet, önkormányzati intézmény és más fenntartású intézmények is próbálják segíteni, és ezek az együttműködések is azt hivatottak szolgálni, hogy egyre jobb és egyre biztonságosabb legyen a település. Ahogyan elmondta kapitány úr is, hiszen ő is megköszönte, mind az önkormányzat, mind az önkormányzati intézmények, gondolok itt akár az egészségügyi intézményekre, a szociális intézményekre, vagy a mezőőrségre, ezeknek a szakembereknek a munkáját, hiszen nem csak a napi egyeztetések a fontosak, hanem az a fajta munka is, az a prevenciós munka, amely akár közlekedésbiztonság területén is, ha éppen ezt említem, amely az oktatási intézményekben folyik. Tehát ez egy ilyen nagy globális képet mutat az együttműködések vonalán. Úgyhogy igen, a kamerák. Nagyon sok kamera került felszerelésre, tervezzük további kamerák elhelyezését, hiszen erre most éppen nem tért ki kapitány úr, de az előző években hallottuk a beszámolóiban, hogy nagyon sok bűncselekményt a kamera képein keresztül, a kamera felvételekkel sikerült felderíteniük, és sikerült olyan szakaszba állítani, hogy akár vádemelés is történt ezeknek a videófelvételeknek a felhasználásával. Tervezzük további kamerák elhelyezését, ugye elsősorban a közlekedésbiztonság, a vagyonbiztonság az, amely elsődleges, hiszen nagyon sok fejlesztés történik a településen, nagyon sok olyan közlekedésbiztonsági fejlesztés is, amelyet nem árt azért kamerával figyelni, és amely hát nyilvánvalóan, ahogy mondtam is, segíti a rendőrség munkáját. Erre majd vissza fogom még több alkalommal is térni, viszont azt gondolom egy nagyon kis kedves téma, hiszen az óvodások azok mindig örömet okoznak a nagyszülőknek, szülőknek is, de a tehetséggondozás már akkor elkezdődik, és azért Karcagon, a Madarászin megyesített óvodában több tucat tehetségműhely működik, az ő beszámolók is elhangzott a képviselőtestület ülésen. Valóban, szinte minden intézményünk beszámol, ugye szép lassan sorban, különböző testületi üléseken arról a munkáról, amelyet ők elvégeznek. A mostani testületi ülésen két intézmény számolt be, ezek közül az egyik az említett Madarász Imre Egyesített Óvoda munkaközössége, akik a tehetségpont, a tehetségműhelyekben végzett munkájukról tartottak beszámolót. Éppen jókor, hiszen ez a hét volt a Madarász Imre Egyesített Óvoda életében a tehetségpontoknak a gyakorlati bemutatkozása is, és a testületi ülés után másnap volt az a konferencia, ahol meg tudták mutatni és be tudták mutatni azokat a jó gyakorlatokat, amelyeket Karcagon elvégeznek. Valóban, ahogy el is hangzott, nagyon sok tehetségműhely van. Minden óvodá egy-egy tehetségműhelyet próbál fenntartani, és megismertetni ennek kapcsán ugye az odajáró gyermekekkel, ugye a néptánc, anyanyelv, logika, és sorolhatnám a zenei, vers és környezetvédelmi műhelyeket is. És ahogyan a beszámolóban is elhangzott és leírásra került, de ahogyan mi tudjuk és látjuk a mindennapokban is, ezek a műhelyek nagyon jól működnek. A gyermekek nagyon szeretik, azok a bemutatkozó foglalkozások, amelyek megtartásra kerülnek, a szülők óriási érdeklődése mellett zajlanak. És talán ma már elmondhatom azt, hogy nem feltétlen lakóhely szerint választanak a szülők is óvodát, hogyha az lehetséges, hanem a műhelyek szerint, hiszen a tehetség ott kezdődik, hogy egyrészt fel kell ismerni azt, hogy ki miben tehetséges, amely... Bár én azt gondolom, hogy elég nehéz még ebben a korban egy kiforrott tehetségről beszélnünk, de azért megmutatkozik valami fajta elképzelés a gyermekekben, hogy milyen irányba szeretnének ők menni, hogy érdekli a néptánc, a sport iránt érdeklődik, szépen beszél, vagy olyan logikai készséget mutat, amely
amely talán ebben az irányban fejlesztendő, persze változnak a gyermekek is, tehát nem szentírás az, hogy valaki szereti a néptáncot, és utána mondjuk néptáncpedagógus lesz, de egy életre szóló emléket kapnak, egy életre szóró tudást kapnak ezeken a műhely foglalkozásokon. És az még nagyon fontos kiemelni, hogy ezek a műhelyeink és ezek az intézményeink bázis intézményként működnek, amely azt jelenti, hogy azt a tudást, amelyet ők fölhalmoznak, az a jó gyakorlat, az a tudás bázis, amellyel ők rendelkeznek, ez megmutatásra kerül a többi óvoda számára is, mint ahogy az azt követő konferencián is látszott. Ugye nagyon sok ilyen bázis intézmény van különböző műhelyekben, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy a karcagi műhelyek tudják adni ennek az országos tudásbázisnak java részét. De nagyon jó előadásokat hallhattunk a szolnoki óvodák részéről is, akik a elektro videótechnikában, a telefontechnikában járnak elő, és olyan példát tudtak mutatni, amely azt gondolom, hogy mindenkinek követendő, de ugyanilyen követendők azok a példák, amelyekkel a karcagi óvodák is kiálltak a nagy plénum elé. Úgyhogy én gratulálok az óvodapedagógusainknak, az óvoda vezetőségének ehhez a nagyon sikeres és nagyon látványos munkához, hiszen országosan is elismert az a munka, amelyet Karcagon végeznek, de a legelismertebb, én azt gondolom, és ezt a színpadon is láttuk a gyermekektől a fórumon, amikor azok a gyerekek, akik bemutatják azt a tudást, amelyet ezekben a műhelyekben szereznek, azok örömmel, vidáman és mosolyogva vesznek részt ezeken a bemutató foglalkozásokon. És lehet, hogy majd ott van bennük az utánpótlás is, ahogy ön is mondta. A másik intézmény, a Dérinő Kulturális Központ, igen, csak sokrétű feladatot lát el. Itt is vannak különböző szakkörök, ott klubokat is működtetnek, tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a nullától 100 éves korig bárki megtalálja ott azt a szakköt, amit szeretne esetleg megtanulni. Ők is beszámoltak ezen a testületülésen. Így van, a másik ilyen, mondhatom azt, hogy közösségépítő intézményünk, vagy a legnagyobb közösségépítő intézményünk a Dérinő Kulturális, Turisztikai és Sportközpont, ahol valóban a szakköri munkáról adtak beszámolót. Nagyon nehéz lenne felsorolni, és sokrétű az a munka, amelyet ők elvégeznek egészen a néptánctól a nótakörig, és azokon a logikai játékokon, ugye a Rumikub, amely nem olyan régen került megalakításra, és nagyon nagy létszámmal működik, de mondhatnám a nótakört, és még természetes, hogy sorolhatnánk sokáig. Nagyon kedveltek ezek a szakkörök, nagyon sokan járnak, és valóban olyan közösségek alakulnak ezek mentén a közös érdeklődési körök mentén, amely nagyon jó a városnak, nagyon jó azoknak, akik eljárnak, hiszen közösségbe tartozni az mindig egy másfajta élményt jelent. Arról nem beszélve, hogy ugye különböző kirándulásokon vehetnek részt, versenyekre járnak, fellépésekre járnak, és ott további ismerettségeket és barátságokat köthetnek. Ugye az a célja a Nemzeti Kulturális Tárcának is, a kormányban, hogy ezek a közösségek fejlődjenek, és ezek a közösségek minél nagy számban tudjanak megmutatkozni. Ez a célja az önkormányzatunknak is, hiszen nagyon sok olyan pályázaton próbálunk részt venni, ahol a közösségfejlesztés mindenképpen prioritás. Ugye én azt látom, hogy el is ismerik a munkánkat, hiszen nem olyan rég kapta meg a városi önkormányzat a közösségfejlesztő díjat, nem olyan rég kaptuk meg a Látópont díjat, amely mind-mind azt mutatja, hogy mind a város, mind a képviselőtestület elképzelése, mind a kulturális intézménynek a működése és az ott folyó munka, az abba az irányba visz, hogy valóban egy újfajta közösségépítésen keresztül próbáljunk meg minél több embert, minél több karcagit, fiatalt, időst, valóban nullától 100 évig bevonni ezekbe a közösségi munkákba. Ehhez kell egy olyan fajta szakmai közösség, olyan fajta szakmai elhivatottság, amely a Dérinőben dolgozó kollégákban megvan. Úgyhogy én gratulálok ehhez az elvégzett munkához, és hát bízom benne, hogy közösen további pályázatokkal, lehetőségekkel tudjuk még fejleszteni a szakköri programjainkat, vagy akár a szakköreink létszámát is.
Erről majd még egy picit fogunk beszélni, de előtte beszéljünk arról, hogy a volán az, aki karcagon biztosítja a közlekedést, akinek nincs autója, vagy esetleg szeretne eljutni egyik pontból a városba, a másik pontba. Milyennek látta a testület a beszámolót? Tehát elégedettek, hiszen minden évben megpályáztatja a testület a helyi közlekedés szállításának a lehetőségét biztosítani, de általában csak a volán szokott pályázni, ez azt jelenti akkor, hogy elégedett az önkormányzat ezzel a céggel. Így van, nem jelenti azt, hogy ha egy pályázó jelentkezik, akkor az feltétlen kötelező elfogadni, és az automatikusan jól is működik. Ebben az esetben azonban arról beszélhetünk, hogy megfelelően látja el azt a feladatot, amellyel az önkormányzat megbízta a személyszállítás, belső városi közlekedés szempontjából a volánt. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy kialakult körök vannak, amelyen a volánbuszok járnak. Természetes az, hogy a menetrendeket folyamatosan igazítani kell, hiszen a vasútállomás, a különböző intézmények nyitvatartása, az iskolai csengetési rendekhez próbáljuk igazítani, és kérjük minden évben a volántól, hogy ehhez igazítsák a különböző járatoknak az indulási, érkezési időpontjait, és az is természetes, hogy ők a helyi közlekedést mindig a helyközi járatok menetrendjéhez is igazítják, hiszen a helyközi járatokat is lehet belső helyi forgalomban is használni. Én azt látom, hogy pici surlódások nyilván mindig vannak, pici kérések mindig érkeznek akár a lakosság részéről, akár a volán részéről oda-vissza alapon, de eddig ezeket tudtuk kezelni, és meg tudtuk oldani ezeket a problémákat. Úgyhogy én úgy láttam, és a képviselőtestület is úgy látta, hogy jól végzik a munkájukat, úgyhogy elfogadásra került ez a beszámoló. Én bízom abban, hogy hasonlóképpen jól fog működni a volánnal az együttműködés, és ezek a helyi járatok biztonságosan, hiszen látjuk azt, hogy folyamatosan fejleszti a volán egyébként a gépparkját is, zökkenőmentesen fognak lebonyolódni, és remélem, hogy mindenkinek a megelégedésére. Ilyenkor szokták föltenni azt a kérdést, tudom, nekem is különböző lakossági fórumokon és fogadóórán is, hogy a busz megállók mikor kerülnek javításra. Keressük a lehetőséget arra, hogy próbáljuk fejleszteni és egy kicsit szebbé varázsolni a busz megállókat. Nem is elsősorban a környékét, hanem magukat, a váró boldékat, a várókat. Én remélem, hogy nem sokára eljutunk odáig, hogy ha ütemezve is és szép lassan haladva, de meg tudjuk oldani ezeknek a javításait, hiszen maga a buszöböl és az út része az rendben van, és ez nem is önkormányzati feladat, de magának a megállónak az elkészítése, rendben tartása az önkormányzati feladat, úgyhogy dolgozunk ezen, én kérem mindenkinek a türelmét, és valóban azt ígérem, hogy meg fogjuk oldani ezt a problémát. Mi pedig akkor majd erről be fogunk számolni. A karcagi járás bíróság számára is volt egy napirendi pont. Előzetesen lehetett jelentkezni népi ülnöknek. Nem tudom, hogy mennyien jelentkeztek, és ebből kiválasztottak ki azokat, akik most esküt is tesznek. Valóban a járásbíróság felhívása volt, hiszen lejárta a megbízott ülnököknek a mandátuma. Ugye ott lehetett jelentkezni, és ők tettek arra javaslatot a képviselőtestületnek, hogy ki az a négy fő, akit elfogadásra és megválasztásra javasolnak. Ugye azt tudni kell, hogy általában az ülnökök olyan esetekben kerülnek meghívásra a bírósági tárgyalásba, ahol fiatal korú az elkövető, hiszen ott van szükség azokra a szakemberekre, pedagógusra, szociális végzettségű szakemberre, pszichológusra, akik közre tudnak működni és tudják segíteni a bíróság működését. Ezekhez az ügyekhez kerestek ülnököket. Megtették a javaslatukat, a képviselőtestület elfogadta az ügyészség által delegáltakat, úgyhogy megválasztottuk őket a következő időszakra. Én jó munkát kívánok nekik. Úgy jó munkát, hogy minél kevesebb munkájuk legyen, és minél kevesebb szer kelljen az ő segítségükre szorulni a bíróságnak. Hát ez az, amit nem tudunk befolyásolni, de reméljük, hogy így lesz. Még május elejét írjuk, de már a testület döntött a nyári étkeztetésről, hiszen
tulajdonképpen másfél hónap van a tanévből. Hogyan fogják ezt most biztosítani? Valóban ez egy kötelező feladat az önkormányzat számára, hogy azok a hátrányos helyzetű gyermekek napi egyszeri meleg étkezéshez jussanak a nyári szünetben, ugyanúgy egyébként, ahogy a téli, illetve a tavaszi szünetben is ez kötelező jellegű feladat. Legalább 45 napig kell biztosítani a önkormányzatunk számára azoknak a gyermekeknek, akik ebbe a hátrányos helyzetbe vannak, ugye ez különböző szociális megfelelőségeket és feltételeket ír elő. Tehát nekik mindenképpen fogjuk biztosítani a jogszabályban előírt módon és a jogszabályban előírt feltételekkel. Kiemelésre került azonban, és többen is hozzászóltak, és én is szeretném fölhívni itt a televízión nézők figyelmét is, akit érint ez az ellátás, hogy jelentkezni kell. Tehát kérjük azt, hogy ha megvan a feltétele, megfelelnek a feltételnek, akkor is adják le jelentkezésüket. De ami a legfontosabb, hogyha leadták a jelentkezést, hiszen a jelentkezések számában kerül megrendelésre az étkezés, ugye ezeket az adagokat lefőzi a szolgáltató, ezeket az adagokat nekünk ki kell fizetni, el kell hozni, hogyha megrendelték, akkor vegyék is át, hiszen azt láttuk az előző időszakban, elsősorban a tavaly nyári időszakban, talán a téli és a tavaszi időszakban már nem volt akkora probléma, hiszen az folyamatosan fölhívjuk erre a figyelmet, és ugye rövidebb is. De a tavalyi nyári időszakban sajnos azzal szembesültünk, hogy nagyon sokan megrendelték és kérték ezt a fajta ellátást, viszont nem vették igénybe. Ugye túl azon, hogy ez költség és feleslegesen kidobott pénz, egyfajta ételpocséklás is, hiszen ezekkel az ételekkel utána nem nagyon tudunk mit kezdeni. Ugye emberi fogyasztásra egy bizonyos eltelt óra idő után már nem alkalmas, tehát nem szeretnénk, hogyha feleslegesen kerülne lefőzésre, elkészítésre ezek az adatok. Úgyhogy én tényleg azt kérem mindenkitől még egyszer nyomatékosan, hogyha megrendelte, akkor vegye igénybe ezt a szolgáltatást. Rendelkezésre áll mindenkinek, akinek a feltételek előírják, fogjuk tudni biztosítani, de nem szeretném, hogyha ebből egyrészt pénz, másrészt pedig étel pocséklás menne. Meg hogyha éhes maradna egy gyermek a nyári szünetben, mert esetleg anyuka, apuka nem megy érte időben az ebédért. Azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog volt. Itt az előbb már említettem, hogy május elején beszélgetünk, volt már egy nagyobb rendezvényünk a héten. Azt gondolom, hogy kezdjük először a Huszár találkozóval, hogy hogyan is értekeli polgármester úr, hogyan zajlott ez az időjárás, nagyon kegyes volt hozzánk, de hogyan látta ezt a rendezvényt? A május elsője mindig egy olyan nap, amely a tavasz kezdete, a jó idő kezdete, egy kicsit a szabadba való kimozdulásnak az igényét is jelenti mindenki számára. Mindig próbáltunk az elmúlt időszakban is olyan programot szervezni, amely lehetővé teszi azt, hogy a családok együtt kimozduljanak és valamilyen rendezvényen jól érezzék magukat. A Kovács Mihály Huszár Bandériummal már évekkel ezelőtt elkezdődött egyfajta együttműködés, amely a huszárság hagyományának a bemutatását és hagyományőrzését, ápolását volt hivatott bemutatni. Egy emlékszünk Huszár toborzóra még a Dérinél előtti részen, és ezt a fajta hagyományt szerettük volna tovább vinni, különböző pályázati lehetőségek igénybevételével. Közben szólt a Covid, ugye, mint nagyon sok rendezvénynél, tehát ott nem tudtuk megszervezni. Most azonban lehetőség volt arra, hogy egy újabb huszár rendezvény kerüljön megszervezésre a városba, és hát azt láttuk jónak, hogy ez mondjuk legyen akkor a május elseje, összekötve egyfajta majális hangulattal, néhány színpadi fellépővel, ételek főzésével, ehhez kapcsolódott a agrárkamara. Úgyhogy én azt láttam, és résztvevőként is megtapasztaltam, hogy egy nagyon jó hangulatú és nagyon sikeres rendezvény került lebonyolításra, ahol nagyon sokan voltak kíváncsiak a különböző programokra, a néptánctól kezdve a huszár lovasoknak a bemutatójáig, tehát sorolhatnám tovább a népi játszótértől kezdve a ételkóstolóig, vagy a Ferdinánd sütőversenyig. Tehát én egy nagyon sikeres rendezvénynek értékelem. Aki eljött és kint volt,
túl azon, hogy egy nagyon szép napos időben, hiszen ilyen 25-26 fokos tűző nap volt, talán egy pici széllel, így van, egy koranyár volt, az jól érezte magát ezen a rendezvényen, úgyhogy én köszönöm szépen valamennyi szervezőnek, résztvevőnek, közreműködőnek azt, hogy egy ilyen sikeres rendezvényt tudott megszervezni, és hogy mi résztvevők egy ilyen sikeres rendezvény részesei lehettünk. És hát ne zajlanak a különböző nagyobb, ezután következő rendezvényeknek is a szervezései, sőt lesz, amelyik már hamarosan kezdődik, és néhányról erről is beszéljünk. Valóban a május egy, talán mondhatom azt, hogy még lehet, hogy túl zsúfolt rendezvényekkel. Nem lesz szabad teli hétvégénk. Hónap lesz, így van. Néhányan azzal szoktak vádolni bennünket, hogy kevés a rendezvény a településen, de ha megnézzük a rendezvény programot, a rendezvény naptárt, akkor látszik az, hogy szinte minden hétvégére esik valamilyen rendezvény, legyen az önkormányzati rendezvény, vagy valamilyen civil szervezetnek a rendezvénye, eseménye, vagy akár valami olyan magánszektorban megrendezett koncert, hiszen azért látjuk, hogy az IFI házban is koncertek vannak, az IFI klubban is most már fellépők vannak. Tehát én azt látom, hogy mindenki, minden korosztály és minden műfaj iránt érdeklődő megtalálja azt a fajta lehetőséget, amely az ő szívéhez, lelkéhez a legközelebb áll. De azt nem lehet soha, hogy egy rendezvény mindig mindenkinek megfeleljen, de próbáljuk úgy elosztani, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót. Úgyhogy valóban a május egy ilyen hónap, hiszen kezdődött a május 1-jével a majális rendezvényen, a huszár találkozóval, aztán jönnek ugye az intézményi rendezvények, hiszen a ballagások sora következik most hétvégén, vasárnap anyák napja, utána pedig egy különleges rendezvény, amely nem volt még Karcagon, és nyilvánvaló még jó ideig utána nem is lesz, hiszen mindig más településen kerül megszervezésre a Nemzeti Pálinka Tanács országos minősítő versenye, amely idén Karcagon kerül lebonyolításra, május 10 és 12 között. Azt akartam mondani, hogy azt azért mondjuk el, hogy tavaly sikerrel zárult a tavalyi a 9., ez a 10., tehát reméljük, hogy újabb, nem csak házigazdaként, hanem sikerként is tudjuk majd zárni ezt a fesztivált, ami 10-én kezdődik. Így van, ugye ez a minősítő verseny az országos pálinka házak versenye, tehát nem a háztáji, házi főzésű pálinkák versenye, amit egyébként megszoktunk Karcagon szervezni, a karcagi házi pálinka verseny. Ez a pálinka házak versenye. Az idei évre több mint 300 pálinka nevezett, ezek közül fogják kiválasztani nyilván majd az aranyérmest, és aztán az aranyérmesek közül is a Champion díjast, amit itt zárójelben megjegyzek, hogy tavaly egy karcagi pálinka nyert el, a karcagi pálinka főzdének egy díjnyertes pálinkája lett a Champion díjas. Bízom abban, hogy idén is sikeresen fognak szerepelni. Szóval ez a pálinka verseny, ez minden évben más településen kerül megszervezésre, most Karcagon lesz, úgyhogy ide várjuk a pálinkaházakat, ide várjuk ezt a 300 pálinkát, ide várjuk a Nemzeti Pálinka Tanács zsűri tagjait, ugye, akik értékelni fogják majd. És túl azon, hogy maga a zsűrizés zajlik majd a Városházán, azért ki fog lépni ez a program a Városháza kapuin túl, hiszen már a zsűrizés közben is lesznek olyan pálinka kóstolók, amelyek a város több pontján, úgyhogy én kérek mindenkit, hogy figyelje majd, hogy hol jelenik meg ez a pálinka stand, hiszen itt-ott a város különböző pontjain egyszer csak megjelenik majd egy pálinka pult, és lehet kóstolni azokat a pálinkákat, amelyet egyébként benne a Városházán közben a zsűri ugye minősít. És hát ezt, hogy ne csak zsűrizés legyen, ugye május 13-án egy nagy fesztivál keretében zárjuk majd ezt a rendezvényt a Múzeum Parkban, ahol azok a pálinkaházak, akik eljöttek hozzánk, megmutatják a nagy közönségnek is az elkészített pálinkájukat, lehet vásárolni, lehet kóstolni, és lehet majd azokat a színpadi produkciókat látni, hallgatni, amellyel a szervezők
készültek, hiszen a Fási Mulató került meghívásra erre a rendezvényre, és hát nyilván ebben a mulatóban különböző fellépők, itt az Opic Barbarától, a Varga Viktor és a Zalatnai Sarótán keresztül nagyon sok fellépő, az Apostol Együttes is ott lesz a színpadon, tehát azt gondolom, hogy egy nagyon színvonalas és nagyon jó műsor résztvevői lehetünk, amellett, hogy nagyon finom pálinkákat lehet majd kóstolni. Mértékkel, azt azért mondjuk. Természetesen, és persze arra kérek mindenkit, ha már a rendőrséggel kezdtük, hogy lehetőség szerint utána gyalogosan közelítse majd meg az otthonát, mikor vége a fesztiválnak. És hát ha már a Múzeumparknál járunk, akkor ugye itt felállításra kerül a színpad, sátor és sok minden. Aztán ez a sátor vélhetően elég sokáig ott marad, hiszen a következő hétvégén családi nap kerül megszervezésre, a gyermeknap keretében. És hát utána ez a sátor marad, hiszen nem olyan soká kezdődik a Birkafőző Fesztivál, amelynek a előzetes regisztráció, az árusok jelentkezése már elkezdődött. Tehát a Karcagváros honlapján, a karcag.hu oldalon már megtalálhatóak azok a felhívások, amelyek a Birkafőző Fesztivál szervezéséhez kapcsolódnak. Én arra kérek mindenkit, hogy böngésze ezeket az információkat, hiszen nem csak az árusok, hanem a főzők számára is már ad olyan információt, amivel lehet készülni, hiszen ez a néhány hét, ez pillanatok alatt eltűnik. És ugye tudjuk azt, hogy a birkafőzés az nem ott kezdődik, hogy reggel kimegyünk és beledobjuk a hagymát a lábasba, hanem azzal kezdődik, hogy elkezdjük a szervezést, meghívjuk a barátokat, kiválasztjuk a birkát, azt darabolni kell, és stb. De legfontosabb tehát, a nevezés, hogy el tudjanak indulni. Így van, tehát mindenképpen készülni kell, úgyhogy szervezők már elkezdték a készülést. Én arra biztatok mindenkit, hogy figyelje az információkat. A jó időt már emlegettük itt több alkalommal az előbb. A Kásziget-fürdőbe is biztos, hogy sokan mennek. Aki járt arra láthatta, hogy a kempingben is nagyon sokan megérkeztek már lakókocsival. Hirdeti az intézmény azokat a programokat, amelyeket ő szervez, de hogyan látja az úszás oktatás helyzetét, hiszen erről beszéltünk már több alkalommal. Vannak tehetséges úszóink, nekik milyen lehetőségek lesznek a jövőben, hiszen a napokban is egyeztetett erről. Így van, a sportegyesület keretében zajlik jelenleg az a fajta úszásoktatás és úszásedzés, amely a tehetséges versenyzőknek a felkészítését, versenyeztetését jelenti. Mi kerestük azokat a kapcsolódási pontokat itt a környékbeli egyesületekkel, ahova a tehetségeket tudjuk továbbadni, és az itt elkezdett felkészítést esetleg magasabb szinten tudják végezni ezek a gyermekek. Picit ezek az együttműködések úgy láttuk, hogy megtorpantak, ezért keressük azt a lehetőséget, módot, hogy hogyan tudjuk ezt pótolni. Azt is látjuk, és látni kell, hogy az iskolai úszásoktatás egy picit visszalépett, tehát nagyon kevesen élnek ma már azzal a lehetőséggel, hogy testnevelés óra keretében úszás órán vegyenek részt. Inkább a tömbösített testnevelés órák, tehát az időszakos úszó testnevelés órák, illetve a délutáni időszakra tevődött át az a fajta úszásoktatás és úszás lehetőség, amellyel akár 10 évvel ezelőtt még élni tudtak az oktatási intézmények. Ezt szeretnénk egy picit változtatni, hiszen az úszás egy olyan sportág, amely alapsportág, mindenkinek tudni kell úszni, vízbiztosnak kell lenni, hiszen nem lehet azt tudni, hogy mikor kerül olyan helyzetbe valaki, hogy az úszás tudására szükség legyen. Valóban egyeztettünk, egy nagyon kedves úszó olimpikon volt a vendégünk a Városházán, akivel arról egyeztettünk, hogy akár az ő segítségével, akár vele közösen hogyan tudjuk fejleszteni. Természetesen úgy, hogy a helyben lévő szakemberek fogják elvégezni a munkát. Itt elsősorban az a fajta háttérsegítség lesz az ő részéről, amely talán azt biztosíthatja, hogy kicsit többen érdeklődjenek az úszás oktatás és maga az úszás, mint versenysport iránt.
azt gondolom, hogy erről is fogunk még beszélni. Én köszönöm polgármester úrnak, hogy beszélhetünk a testeti döntésekről, és azokról a rendezvényekről, amelyek várnak ránk, és ehhez már csak jó időt kell kívánunk, hiszen ahogy mondta, a szervezés már elkezdődött, nézőinknek pedig a figyelmet. Köszönöm.